9 órától volt lehetőség a véradásra. Ott jártunkkor már türelmesen álltak sorba a véradók, hogy a karukat nyújthassák. Ilyenkor a jelentkezők egy alapos szűrővizsgálaton esnek át. Mindig fölhívjuk arra is a figyelmet, hogy ez magának a véradónak is micsoda nagyszerű visszajelzés, hiszen valljuk be, nem megyünk el 3 havonta kivizsgáltatni magunkat, hogy rendben vagyunk-e, viszont így, hogy eljön a véradásra, a kedves segítő szándékú jelentkező képet kap saját egészségügyi állapotáról is, pláne ha rendszeresen jár, akkor ezt rendszeresen fogja tudni. Igazán különleges volt maga a helyszín is. Egy kamiont alakítottak át úgy, hogy egyszerre több embertől is tudjanak vért venni. Én 7 éve dolgozom a Vöröskeresztnél, nálam most van először a kamion. A vérvételi busz már egyszer volt 4 évvel ezelőtt egy kubikus parki egészségnap májusi időtartamban, ami szintén egy nagyszerű látvány önmagában is, de úgy, mint kamionos véradás, ez először, tehát 8-9 éve volt talán itt utoljára a kamion. És hát nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá, mert hát látható, hogy milyen feltűnő, milyen szép, és természetesen erre a célra felszerelt. A hipermarket dolgozói korábban egy retro véradáson is megjelentek, így jött az ötlet, hogy a parkolóba szervezzenek egy véradást. Így aki a hétvégi bevásárlást intézte, utána még segíthetett is. Tavaly októberben, mikor segítettük a retro véradást, és akkor kezdődött a Vöröskereszttel, Csillával az a kapcsolat, hogy dolgozzunk együtt. Akkor 7-en tudtunk elmenni, a 70 főből ez 10%, úgyhogy remélem most is elérjük a 10%-ot. Jelezte egy-két kollégám, hogy jönnek, és bízunk benne, a lehető legtöbben leszünk majd jelen. Én most ezután majd érkezem is, és megyek vért adni. Minden véradónak utalványokat, fürdőbelépőket adnak egy-egy ilyen alkalommal. A Vöröskereszttel megbeszéltük, hogy mivel is tudnánk egy kicsit érdekesebbé tenni a véradást, úgyhogy hál' Istennek több hónapos előzetes munkának köszönhetően itt áll a kamion mögöttünk, és ilyen körülményeket tudunk biztosítani a véradásra, és igyekszünk az első 50 véradónak a Vöröskereszt 500-as étkezés utalványa mellé további 500-as ajándék utalványt felajánlani. A kamionos véradáson összesen 52 ember vett részt. Most 8 olyan véradó volt, aki először segített így módon embertársainak.